Az elmúlt 15 évben több mint négyszeresére nőtt Nyírbátor iparűzési adóbevétele, így tavaly már a város 3,5 milliárd forintos költségvetésének harmada, azaz több mint 1 milliárd forint származott ebből a forrásból. Nyírbátorban minden év elején összehívják a gazdasági szereplőket, hogy tájékoztassák őket a város pénzügyi helyzetéről, az elmúlt évek fejlesztéseiről, valamint megbeszéljék az együttműködési lehetőségeket. Az idei vállalkozói fórumon a polgármester elmondta, Nyírbátor mára csak nem teljesen betelt ipari parkjában több nagyobb vállalkozás működik. A gyógyászati segédeszközöket gyártó Dán Koloplast, a háztartási vegyi anyagokat és kozmetikai szereket készítő Unilever, a repülőgép alkatrészeket előállító német Dill, valamint a műanyag palackokat gyártó olasz Serioplast és Farmol. Az 1 milliárdot meghaladó iparűzési adóbevétel 80%-át ezek a cégek adják. A Nyírbátori Ipari Parkban közel 4000 nyírbátori vagy a térségben élő munkavállaló foglalkoztatását biztosítják. Az önkormányzat lakóparkot épít az itt dolgozó munkaerő megtartására, az első ilyen beruházás már elkezdődött. A város az ipari park bővítését is tervezi, a szükséges közművek kialakítása már folyamatban van. Az itt működő vállalkozások segítésére az ipari parknál központi buszmegállót alakítanak ki, és tervezik az itt működő inkubátorház második ütemű fejlesztését. E beruházásokat uniós forrásból szeretnék megvalósítani. A fejlődéshez elengedhetetlen a várost és az M3-as autópályát összekötő rossz állapotú útszakasz felújítása, valamint a vasúti áruszállítást segítő, tavaly novemberben létrehozott logisztikai központ és konténerterminál további fejlesztése. Vendégünk Máté Antal, Nyírbátor polgármestere. Jó estét kívánok, köszöntöm. Jó estét kívánok. Én azt gondolom, hogy ennek az eredménynek a hátterében éppen az a nagyon jó együttműködés és az a kapcsolattartás, az az élő kapcsolat húzódik, ami a nyírbátori önkormányzat, illetve a helyi vállalkozások, cégek között van. Ez valóban így van, én is köszöntöm a televízió nézőit. A gazdaságfejlesztés az egy hosszú folyamat, nagyon nehéz elindítani, és utána nagyon fontos, hogy az évek folyamán ezt a lendületet, amit a gazdaság nálunk is elért, ezt mindig szinten tudjuk tartani. Ennek valóban az egyik legfontosabb sarokköve éppen az, hogy folyamatosan közösen keressük azokat a lehetőséget, ahol előre tudunk mozdulni, feltárjuk a problémákat, megnézzük a lehetőséget, hol tudunk egymásnak segíteni, hiszen az nagyon fontos, azt mindig látni kell, hogy az önkormányzat önmagában gazdaságot fejleszteni eddig sem tudott, és ezután sem fog tudni. Igazából a mi feladatunk az, hogy olyan körülményeket teremtsünk a térségben, a településen, hogy az ott működő vállalatok megfelelő körülmények között tudjanak növekedni és dolgozni. Milyen igények fogalmazódnak meg egy-egy ilyen vállalkozói fórumon, illetve ebből a bizonyos 1 milliárdos bevételből mennyit tud visszaforgatni az önkormányzat erre a célra? Itt egy ilyen vállalkozói fórumon jellemzően már új igények nem nagyon jelennek meg. Nekünk az az elvünk, hogy folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a vállalatokkal, havi rendszerességgel találkozunk, és a problémákat elemezzük, közösen megbeszéljük. Ez a vállalkozói fórum igazából azért fontos, mert egy ilyen eseményen összetudja a város foglalni, hogy nagyjából az elmúlt évben mi az, amivel előre jutott, mi az, amilyen feladatokkal már megoldott, foglalkozik vele, vagy rövid időn belül megoldást talál, és milyen új problémákat lát, amelyeket tervezi, hogy az elkövetkezendő időszakban vagy önállóan, vagy a vállalatokkal közösen szeretne megoldani. És ebből a szempontból ez azért is nagyon fontos, mert az egy nagyon fontos feladata a városnak, hogy megnyugtassa a befektetőket abban a tekintetben, hogy ismeri a problémákat, keresi rá a megoldást, és záros határidőn belül a legfontosabb problémákra meg fogja találni a megoldást, vagy közösen meg fogjuk tudni oldani. Itt felismerültek a bejátszásban, el is hangzott néhány olyan tétel, ami az önkormányzat feladata, de nem csak az önkormányzat, hiszen egy útfelújítás, ami nem feltétlenül önkormányzati út, azért ott együttműködésre is szükség van. Igen, az elmúlt 10-15 évben a problémák jellemzően nagyon megváltoztak. Az ipari park kialakítása elején a legfontosabb nyilván az volt, hogy megfelelő infrastruktúra legyen, a település megközelíthető legyen, és ez elegendő volt ahhoz, hogy beindítsunk egy gazdasági növekedést. Ma teljesen más jellemzően az a kihívás, amivel nem csak azt gondolom a Nyírbátornak, hanem a megyének, sőt az egész országnak szembe kell néznie. Itt alapvetően a szakképzés, itt a középiskola és az egyetemi szakképzést értem ez alatt, másik oldalon pedig a megfelelő létszám, munkaerő létszám, ami helyben megfizethető módon, közelben,
elérhető legyen. Mi igyekszünk a klasszikus problémákra is gyors megoldást találni, és nyilván ezekre az új kihívásokra, mivel ezek teljesen újszerűen jelennek meg a piacon, igyekszünk újszerű megoldásokat találni, és a bejátszásban is látszott, hogy mind a Debrecen Egyetemmel igyekeztünk egy új, én azt gondolom, hogy mintaértékű együttműködést kialakítani, és igyekszünk egy új lakóparkot is létrehozni a településen. Mindez egyrészt a meglévő vállalkozásokat fogja kiszolgálni, azt gondolom, de nyilván megalapozza a további fejlesztéseket is. Meddig tud elmenni Nyírbátor? Mi az, amit elbír fejlődésben? Nagyon nehéz ezt megmondani, tehát ma azt kell, hogy lássuk, hogy az előző évben közel 1000 új munkahely jött létre a településen, és én bízom benne a tárgyalások előrehaltával, ez már látszik, hogy az idei évben is jellemzően jönnek létre megállapodások, bővítések és új befektetések, és ez azt jelenti, hogy figyelembe véve, hogy ma már Nyírbátorban jellemzően nincs munkaerő, számottevően új munkaerő, ezért nekünk mindenképpen nagyságrendű léptékben kell váltanunk abban a tekintetben, hogy olyan lakóingatlanokat, olyan lakóparkokat kell létrehozni, ahol akár több száz új lakás is építhető. Nyilvánvalóan itt a város épít arra, hogy a kormánynak van egy új kedvezményes rendszere, amelyben támogatja az új lakások építését és vásárlását. Nálunk helyben szerencsére a gazdaság növekedése ehhez a megfelelő piacot biztosítja, és az is egy nagyon szerencsés dolog, hogy már évekkel korábban mi egy ilyen lakópark kialakításának az infrastruktúrális feltételeit megteremtettük. Tehát az új lakópark, amelynek már nevet is adtunk, a Tóparti lakópark lesz a neve. Ez gyakorlatilag infrastruktúrális szempontból az első üteme kiépített, ezért a tavasszal, ha a szükséges feltételeket még biztosítani tudjuk, akár már az építkezés is elkezdhető. És ez egyfajta bizalom a befektetők felé, hogyha ebben az évben is új munkahelyek telepítéséről döntenek, akkor hosszú távon fogjuk tudni biztosítani egy ilyen lakóparkban a megfelelő létszámú munkaerőt. Mennyire lehet vonzó Nyírbátor a magasan kvalifikált munkaerő számára? Nagyon sokszor előfordul ezeknél a vállalkozásoknál, hogy távolról kell hozni olyan munkaerőt, felső menedzsmentet, vagy olyan mérnökgárdát, akik helyben nem léteznek, de valamilyen módon vonzóvá kell tenni a számukra Nyírbátort. Itt külön kell választani a rövid távon a megoldást, és másképpen kell tekinteni a jövőre, mondjuk az 5-10 éves távlatot jelenti, mert jelenleg valóban ma az a helyzet, hogy a multinacionális vállalatok elsősorban, de a kisebb vállalatoknál is a felsőfokú végzettségű vezetők, középvezetők, azok már térségből jellemzően vagy nem elérhetők, vagy már itt dolgoznak, ezért akár a megyén túlról jönnek ezek a szakemberek, és nyilvánvalóan ebben rövid távon nem lesz változás, viszont az egyetemmel azért alakítunk ki, főleg a műszaki karral egy sokkal szorosabb együttműködést itt a duális képzés beindulása kapcsán, mert mi már most a fiatal egyetemistákat szeretnénk a városba csábítani, nagyon komoly kedvezményeket adunk nekik, azért, hogy a duális képzésben a gyakorlati idejüket azt nyírbátori vállalatoknál töltsék, és abban bízunk, hogy ez alatt be tudjuk nekik mutatni, hogy ez a város nem csak gazdaságilag stabil, hanem kulturális, turisztikai, idegenforgalmi értelemben, a szórakozási lehetőségeket figyelembe véve, a város infrastruktúráját, oktatási lehetőségeit, egészségügyi ellátását figyelembe véve, egy mai modern európai országképét mutatja. Tehát a családalapítás, a jövőtervezés szempontjából igenis számolhatnak azzal, hogy Nyírbátorban építsenek lakást, az új lakóparkban adott esetben, és költözzenek ide, és itt kezdjék el a karrierjüket. Egyébként olyan multinacionális vállalatoknál, ahol megvan a kitörés lehetősége, tehát megvan az a lehetőség, hogy Nyírbátorból valaki egy komoly szakmai karrierrel Németországba, Dániába, vagy éppen Angliába fejezze be pályafutását igen magas pozícióban. Ezek a jól prosperáló cégek mennyire partnerek a város számára, például a kulturális életben, vagy a szociális érzékenységben, mennyire számíthat rájuk a város? Én azt gondolom, hogy megértették, és egyébként jellemzően a multinacionális vállalatok fontosnak tartják, hogy az adott térségben, ahol ők működnek, ott ne csak gazdasági szereplőként legyenek jelen, hanem a megfelelő képüket, imidzsüket kialakítva a város különböző társadalmi területein vállaljanak szerepet, támogassák a különböző kulturális rendezvényeket, sporteseményeket, és ezen a szakmai fórumon is volt erről szó, hogy ezt hogyan tervezzük tovább gondolni, szeretnénk tehetségkutató
programokat elindítani, mind a művészet, mind a sport, mind a kultúra területén, és én azt gondolom, hogy ebben a nyírbátori vállalatok együttműködőek, példamutatóak, és ezeket az együttműködéseket szorosabbra tudjuk fogni a jövőben. És hát ettől lett kétoldalú és nagyon élő ez a kapcsolat az önkormányzat és a helyi vállalkozások között. Máté Antal, köszönöm, hogy befáradt a stúdióba. Köszönöm szépen. Viszontlátásra.